Tizedik alkalommal adták át a szimpózium keretében megrendezett ünnepi közgyűlésen a társaság által alapított és felügyelt szakmai díjakat. Idén a Szilárd Leó díjat Veres Árpád, az Öveges díjat Bartos Elekes István, a Simonyi Károly emlékplakettet Dunai Dániel és a Fermi Fiatal Kutató díjat Pap Gergely vehette át. 35 előadás is várta az atomenergia területén tevékenykedő szakembereket a Magyar Nukleáris Társaság 11. szimpóziumán. A társaság legnagyobb rendezvénye kettős céllal szerveződik minden esztendőben. A szimpóziumnak pont az a fő célja, hogy a külföldről behozott új ismereteket, a kutatók által feltalált újabb gondolatokat megosszák másokkal is, és ez hasznosuljon nem csak az ő saját intézetében, saját munkájában, hanem magában az energiatermelésben, vagy akár gondolhatok itt orvosi felhasználásban. Tehát ez az egyik fő célja a szimpóziumnak, az ismeretterjesztés. Hát a másik célja az, hogy kapcsolatokat alakítson ki a különböző területeken dolgozók között, és így a szakmán belüli ismeretterjesztést azt lehetővé tegye. A 11. szimpózium fő témája az üzemidő hosszabbítás volt, tekintettel arra, hogy az Országos Atomenergia Hivatal néhány napon belül döntést hoz az atomerőmű egyes blokkjára egy évvel ezelőtt beadott üzemidő hosszabbítási engedélykérelem ügyében. Erről szólt az a kerekasztal beszélgetés is, melyen minden érintett fél részt vett. A szimpóziumon emellett nagyon sok témát érintettek a szakemberek, így szó volt a mély geológiai tárolásról, az egyes blokk 30 éves évfordulójáról, és például a lézeres urándúsítás gazdasági lehetőségeiről is. A nyíltság az atomenergetikában hatalmas mértékben megváltozott Csernobil után, amikor egy nagyon komoly program létrejött annak érdekében, hogy akár az atomerőművek napi üzemviteli eseményeit, tapasztalatait egymás között kicseréljék, és hát a szakma is a nyíltság irányába megy el. Minden információ, ha a szakemberek átlátják, hogy egy év alatt ki mivel foglalkozik, nagyon sokat segít és hasznos. Nem véletlen, hogy népszerű a szimpózium. Idén 120 regisztrált jelentkező vett részt a rendezvényen, tette hozzá Cserháti András. A kétnapos program részeként lehetőséget biztosítottak az Atomenergetikai Múzeum megtekintésére is.